egyik ember, a két percig a másik ember ossza meg egymással, hogy neki mik a legfontosabb öt értékrend az életében. Jó, köszönöm, mehet. Jó, akkor cseréljünk, ha lehet. Most a másik ember is hadd mondja el a magáét egy-két percben. Az a kérdés, akik most jöttek be, hogy mi a legfontosabb értékrend az életedben? Mi az öt legfontosabb érték számodra? Nagyon szépen köszönöm. És kellene egy csengő. Köszönöm szépen. Igen, ilyenkor nagyon nehéz leállítani. Először kellett volna mondom a játékszabályt, hogyha fölteszem a kezem, akkor mindenki tegye föl a kezét, és akkor előbb-utóbb sikerül, hogy mindenki vissza tudja hozni a figyelmét. Köszönöm. Még mindig nem, az igazi. Szuper, köszönöm szépen. Szóval, ez, tehát az történt, hogy ezek a közösségek elkezdtek szerveződni, és elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogy lehetne másképp szervezni az életünket, de tényleg minden területét, hiszen az alapgondolat, ahonnan kiindultunk ezelőtt 150 évvel, ott elkanyarodtunk egy olyan irányba, amin már látszik, hogy nem jó irány, hiszen nem holisztikus, nem egységbe rendez, hanem szétválaszt, nem, mondják, hogy nem jó a kétség, ami nem az egység felé vezet. Ez egyik dalunknak az egyik sora. Úgyhogy és amikor szétfrakcionálunk mindent, ugye, amikor a tudományt elválasztottuk a vallástól és a többi, szóval ezek akkora lépések voltak, ahonnan nincs visszaút, és utána erre építettünk mindent. Na, hogyha az alapja egy háznak nem jó, akkor minden, amit ráépítünk, sem lesz se fenntartható, se örömteli, se könnyed, se. Tehát, hogy vissza kéne mennünk a kályhához, ahol valamit elrontottunk, egyébként már az ókori görögök megfogalmazták, hogy valami nagy baj van. Tehát nem most kezdődött, ez már nagyon régen, csak ugye Isten malmai lassan őrölnek. Szóval ezek az emberek úgy döntöttek, hogy bár fogalmuk nincs, hogy hogyan, és itt jön a lényeg, hogy se én nem tudom, hogy hogyan, se ők nem tudták, hogy hogyan, de elkezdték csinálni. Nagyon rossz, hogy az oktatási rendszerünkben a hibát azt bekeretezik, és 13-ig azt mondják, hogy a hiba és hibázni az rossz. Nem. Hiba nélkül nincs semmi. Hiba nélkül semmit nem tudunk. Ugye a magyar társadalomnak ez a legnagyobb problémája, és mindenkinek személyesen az elméjében, hogy ez bennünk van, hogy csak ne hibázzak, és én sem mertem előadni semmiről évekig, mert hiszen hogy jövök én ehhez? Hát van nekem papírom az ökoközösségeknek, az izéjének, a bigyójának az izéjéről? Hát nincsen. Hát akkor meg, bocsánat, tehát, hogy nincs, de majd lehet, hogy lesz egyébként, és valószínűleg lesznek ilyen iskolák, mert hogy ennél eszenciálisabb dolog, hogy tudok én, meg egy másik ember, meg egy harmadik, meg egy negyedik, meg egy ötödik
megbeszélni valamit, mikor beszélünk arról, hogy hogyan beszélgessünk, politika, vitakultúra, hogyan beszélgetünk, együtt gondolkodás, az hol van, hova tűnt, visszahozható? Szerintem igen. Itt van a VNTV Jakab István, csodálatos, hogyan tovább címmel sorozatát ajánlom mindenkinek, hogy nézzék meg, mert mintát látnak arra, hogy hogy kellene működni a parlamentben egy beszélgetésnek. Milyen az, amikor valódi értékkel bíró, szakértő emberek osztják meg a valódi gondolataikat egymással, akik valóban meghallgatják egymást, majd valóban reflektálnak egymásra, és egy valódi együtt gondolkodás történik, aminek egy kollektív mesterelme eredménye van, és minden ember, tehát egyikük sem egyenként nem tudna olyan intelligenciával bírni, mint amikor ezek az emberek összeadják az ő intelligenciájukat. Én nagyon vágyom arra, és olyan képet kapok belülről, hogy nem tudom, hogy mennyi idő múlva, de hogy egy független szakmai parlament fog ülni a parlamentben. Nem sokára. És bocsánat, nem, valóban nem ez a téma, de szerintem nagyon aktuális, hiszen jönnek a választások. És én csak annyit szeretnék mondani, hogy én részemről nagyon sokat szeretnék tenni azért, és önöket is arra buzdítanám, hogy ha tehetnek a saját, ahol önök élnek a községükben, hogyan mondjam ezt, megtalálni azokat a női, és nem azért, hogy nők legyenek, és nem vagyok szexista és semmi, hanem hogy a női minőség nagyon hiányzik. A mai nők a vezeték között férfiak, de miért? Mert így tudtunk túlélni egy patriarchális, teljesen patriarchális alapokon nyugvó társadalomban. Majd nő úgy tud érvényesülni, ha elkezd férfi lenni, és férfi energiákat működtetni, hiszen férfiak alkották az összes eddigi rendszert, szabályokat. Én nem azt mondom, hogy a nők alkossák meg, egyáltalán nem. Én azt mondom, hogy legalább annyi anyának kellene ott ülnie. A parlamentben gondolják, hogy lenne háború, hogyha Oroszországnak egy anya lenne a vezetője? Lenne háború, hogyha Amerikának egy anya lenne a vezetője? Lenne olyan anya, aki a fiát háborúba küldi a másik anya-fia ellen? Én csak egy magot szeretnék az önök szívébe és elmébe elvetni, amit vigyenek magukkal és osszák meg ahány emberrel csak tudják, mert hiszem, hogy a természet is így működik, hogy fogja a magokat és elfújja, és valahova leesik, és ott lesz belőle több, hogy vigyék a hírét ennek a gondolatnak, hogy nem női vezetőkre, hanem valódi édesanyákra, valódi, nekem is van két gyermekem, de én is iszonyatos férfi energiákat működtetek évtizedek óta, és az Istvántól is megkaptam, amikor bent voltam a VNT-ben, hogy nyugodjak meg, és ezért kezdtem el szoknyát hordani, de tényleg, mert mindig nadrágba jártunk, mert már az én koromban nem volt, és rájöttem, hogy nem szabad, hogy mit jelent ma nőnek lenni, mit jelent ma férfinek lenni. A következő évtizedekben olyan durva dolgok várhatók, amik az minden képzeletünket felülmúlja, abban a tekintetben, hogy Németországban már most tanítják a könyvekben a gyerekeknek, hogy a harmadik meg a negyedik nemet. Nem csak két nemet tanítanak, és hogy a gyerekek válasszák meg, hogy nekik nem kell fiúnak meg lánynak lenni, hát mi szeretnél lenni kincsem? Te döntöd el. Tehát, hogy olyan szinten távolodunk el attól a valóságtól, amit a Jóistentől ajándékba kaptunk, hogy az elmondhatatlan. És ez csak rosszabb lesz. Szóval nagyon fontos az önök szerepe, az így elengedhetetlen. Nem tudom hangsúlyozni, hogy önök vannak most itt, ezt az előadást ilyen formában még senki nem hallotta. Ezeket a gondolatokat önökön kívül én még senkinek nem mondtam. Csak a VNTV-ben hangzott el egy pár ezekből. És nem arról van szó, hogy nőket, hanem női minőséget. A női minőség a befogadás. Az elfogadás, a meghallgatás, az anyasság, igen, minden, tehát női minőségek a férfiakban is, még 5 percem van, azt a mindenit, köszönöm. Lehet, hogy ezt már csak ilyen bónuszba kaptam, hogy izgalmas. Szóval, igen, és a Csaba rengeteget tanít ezekről a dolgokról, igaz, Csaba? Csillagom, ami Németországban van, abból semmi nem lesz. Jól van, így legyen. Szóval... Reméljük, hogy Magyarországon nem így lesz, de ez az arra lenne szükség, hogy legalább a következő 4 évben, a következő választásokig olyan anyák kerüljenek valahogy a figyelem középpontjába, nem is tudom, akik tudnak együtt gondolkodni. Rengeteg női előadó volt itt is. Tehát ezeknek a hölgyeknek ott lenne a helye az együtt gondolkodásban, ott lenne a helye, ahol meg tudják őket hallgatni, és ebben önöknek óriási szerepük lehet.
hogyha úgy döntenek, hogy segítenek abban, hogy a saját környezetükben, a saját községükben kik azok a bölcsasszonyok, kik a legbölcsebb nők, akiket egy kicsit lehet, hogy kell noszogatni, mert nekünk meg annyira furcsa, és hogy nekem, miért én állok itt, miért nem a nem tudom ki mondja, tehát hogy vagy miért nem ő mondja, tehát hogy mi, hogy nekünk nőknek kéne, igen, és a másik, ami a nőkben, bocsánat, most ezt is mondjam, jó, mondom, de nem az előadáshoz tartozik, nem baj, jó, mondom, jó, hogy a legfontosabb, hogyha a nő felébredne a saját Isten anyai, Isten női minőségére, hogy ki ő voltaképp, mit kapott a jó Istentől. Hogy itt csupa istennő, ő csak lehet, hogy nem így lett edukálva. Meg az apuká nem így viselkedett vele, meg senki nem. Mert ha tudná, hogy ki ő valójában, és mi az ő szerepe a teremtésben, mint nő, akkor nagyon megválogatná azokat a kereteket és határokat, hogy ő kinek, és hogy adja oda az ő életét. Mert a férfi, az semmi más nem csinál, mint, hát, tehát hogyha a nőnek van egy vágya, hát ezt kell csinálnom. Hogyha én Mercedes szeretnék, mert hát nekem az a vágya, hogy én Mercedes, hát igen, én ilyen vagyok, hát ha van Mercedes, akkor mehetünk. Ha van, akkor ez lesz, akkor a férfiak azon versengenek, hogy milyen Mercedes, BMW, de ha nem ez a nőnek a vágya, mi van, ha más a vágya? Ha a nők magukra ébrednek, és rájönnek, hogy rajtuk múlik ilyen szempontból, hogy az ő figyelmük terében milyen gyerekek, milyen párok, milyen felnőttek növekednek fel. A páromból, meg a gyerekemből az lesz, amilyen figyelemteret én ott neki tartok, és mire mondom azt, hogy jó Istenem, de fantasztikus, hogy ezt megtetted, olyan hálás vagyok, és megkapja azt a szeretetet, és akkor érzi, hogy igen, ez jó, erre fogok menni, mert ez az asszonynak tetszenek érteni. Tehát, hogy nagyon fontos, nagyon sok múlik rajtunk nőkön, hogy felébredjünk erre. Bocsánat, tényleg ez nagyon elment, de hát ez akkor ez. Igen, ahogy a növények, bennünk is ez a mag így fejlődik, és... ezt most át fogom ugrani. Gondolkodjunk rajta, hogy milyen lenne a jövőbeli környezetünk. Amit itt látunk, valóság sivatag azért van, hogy édenkert legyen. Varga Csaba, imádom ezt a mondatodat, ezt is, meg rengeteget. És most is minden azért történik, a Covid, az összes borzalom, a háború, a kontraszt, a kellemetlenség, a fájdalom, a rossz, a betegség, meg akár az egész egészségügyi rendszer miért van? Hogy meg tudjon születni egy teljesen más minőségű egészségügyi rendszer. Nagyon jó, hogy vacak az oktatási rendszerünk, mert akkor végre talán már lesznek anyukák, nem csak én, még egy páron, akiknek elegük lesz, és megcsinálják maguknak azt az iskolát, egyébként már többet próbáltunk, most megint próbálkozom, Maxsuli néven például, amiről azt gondoljuk, hogy a 21. századnak azt, amit nem tanítottak nekünk az iskolába. Most ez megint egy külön előadás, de nagyon szívesen elmegyek bárhová, tartok róla előadást, hogy milyen a Remény iskolája. Erről is van kisfilm fönt YouTube-on, ha beírják, hogy Remény iskolája, 13 perc, meg tudják nézni, csodálatos, hogy portugál mintát hoztam, de olyan lesz, hogy is az iskola, amit önök a saját gyerekeiknek, egyébként ilyen 12 fős kis csoportok vannak, ezek a farmalapú, ha beírják, hogy farmalapú nevelésért egyesület, akkor Magyarországon is megtalálják azt az egyesületet, aki képviseli azt a fajta iskolát, amire a gyerekeknek valóban szükség van, visszaúrok ide, de egyébként edukációs iskola nélkül nincs közösség és nincs jövő. Tehát amíg ez abszolút az alapja mindennek, amiről beszélgetünk az oviban, az iskolában, mi fog történni. A valóságsivatag, igen, tehát amíg mind kontraszt, az mind azért van, hogy megszülessünk egy teljesen új valóságra, és akkor mutatom ezt a helyet, ez egy 800 hektáros terület Portugáliában, az összes család elköltözött innen, mert nem volt már víz. Tehát ott hagyták a farmjaikat, ott hagyták a házaikat, elköltöztek, kihalt, és egy német házas pár nagyon olcsón hozzá tudott jutni 800 hektár területhez így, hogy gyakorlatilag sivatagosodásnak indult a terület. Hoppácska, nem erült a... valaki tud segíteni? Lemerült. Na mindegy, akkor mesélem, mert most úgyis egy percem van már csak, de most nem tudom megmutatni, pedig gyönyörű, ha látnák, hogy egy pár éven belül mekkora oázist teremtett oda, de elképzelni el tudjuk, az emberi képzeletnél úgy sincs erősebb. Azt az utat, amit ott láttak középen, abból tó lett, egy hatalmas tavat tettek oda, ugye a legmélyebb pontján a területnek, és azt mondták, hogy nem hagyhatja el esővíz a területet. Na innen indulunk, és én azt kívánom önöknek, mert most akkor már le kell zárjam, gondolom.
Ha Csaba legközelebb meghív, vagy folytatjuk ezt a beszélgetést online, akkor folytatjuk. Lenne miről beszélni, hiszen az önellátásnak rengeteg szintje van, az étkezési szintje, most az edukáció, a gyógyítás, az egészség. Tehát az önellátásra mindenki arra gondol, hogy megtermelem magamnak a krumplit, majd valahol a párommal. Meg lehet próbálni, sokan próbálták, de igazából én azt érzem, hogy a jövő az a közösségeké, méghozzá tudatosan, és ez egy óriási dolog, mert eddig csak belepottyantunk egy közösségbe, bele születtünk egy családba, de a tudatosan, közös értékrend mellett szerveződő, tudatosan létrehozott közösségeké. Köszönöm, hogy meghallgattak.